Sziasztok! A mai videó mindenféle tekintetben rendhagyó lesz, ugyanis most nem valamilyen természeti szépséget szeretnék megmutatni nektek, hanem amit mögöttem láttok. Én körülbelül 2013 óta rendszeresen járok Trieste-be, és emellett a hotel mellett minden egyes alkalommal elmegyek. Na most ez 2013 óta, amikor én először erre jártam, ez azóta zárva van, és egy kicsit utána néztem a neten, hogy mit lehet erről a helyről tudni, és annyit tudtam róla kideríteni, hogy ennek a helynek annak idején az volt a neve, hogy Holiday Inn Trieste. Na most még 2009-ből találtam a hotelről értékeléseket, tehát akkor még biztosan működött, bár ami a legmeglepőbb számomra, hogy egyes szálláskereső oldalak még a mai napig hozzák, mint találatot, hogyha az ember Duino-ba keres szállást. Egyszer mindenféleképpen szerettem volna megnézni, hogy végül is mi maradt ebből a helyből, meg egy ilyen elhagyott hely videót csinálni, úgyhogy azt hiszem ez az alkalom most jött el, úgyhogy gyertek, aztán nézzük meg, hogy mi maradt ebből a hotelből. Na hát a hotel egyik épület részlegénél vagyok, itt látszik is, hogy az egyik ablakon már lóg ki a függöny, tehát valószínűleg azt az ablakot is már vagy kitörték, vagy csak ki van nyitva. Azt hiszem, hogy itt be fogok tudni szökni, és aztán meglátjuk, hogy mi van odabent. Na azt hiszem meg is találtam, amit kerestem. Itt ugyanis az egyik ablak egy kicsit hiányos, úgyhogy akkor itt ez lesz a behatolási pont. Na hát a valamikori recepció, hát ahogy elnézem, szemnapokat is megért az annak idején, és valóban nem tévedtem, mert itt a millió szétdobált papír között találtam egy ilyet, hogy Holiday Inn. Illetve a másik, ami durva, hogy valamilyen könyvelés lehet ez. Látszik? Hogy zoomolok még egyet, így hát ha jobb lesz. Valamilyen könyvelés lehet ez. Itt látszik egy 3200 eurós összeg, illetve itt a papír tetején látszik, hogy 2011, 8. hó 15, tehát még 2011-ben biztos, hogy működött ez a hotel. Na hát itt vagyok a valamikori ortán, vagy recepción, vagy minek hívjam ezt. Komplett könyvelések, lefűzve, dokumentálva, és ami a legdurvább, hogy itt a falra kiakasztva még mindig megvan a működési engedély, meg a többi ilyen cuccos. Itt is van még valami, úgyhogy mind lepecsételve, duinói pecséttel minden, úgyhogy gondolom ezek lesznek a működési engedélyek. El sem hiszitek, mennyire durva, hogy mennyi minden személyes adatot lehet találni ebben a sok kidobált papírban. Az előbb kitúrtam itt egyet, mindjárt rázumolok, hogy jobban lát, vagy ráfókuszálok, hogy jobban lássátok. Na még egyszer, így. Na, nem hiszitek el, nézzétek meg a felső sort. Juhász László, ott a név. Születési dátum Debrecen, vagyis ugye születési dátum meg születési hely ott vagy Debrecen, Ungária, illetve, na még egyszer próbáljuk meg fókuszálni, úgy. Illetve ott van még, hogy személyigazolvány szám is van, és egy 2002-12-28-as foglalás. Nagyon durva, mik vannak itt. Hát az egykori ékezőt, vagyis hát maradjunk inkább annyiba, hogy maradványait megtalálva, azért igazából stílusosan, ha már az olaszoknál vagyunk, egyetlen egy gondolat jut így eszembe, egy latin sor, hogy sic transit gloria mundi, ami ugye azt szeretné, hogy hát így múlik el a világ dicsősége, és azért, ha megnézitek, itt azért rendesen el is múlik. Mi is legyen ma a menő? Hát üdvözlök mindenkit a konyhába legalább, és ami nem maradt belőle, mert innen, ami létezik, mindent elhagytak. Gondolom, hogy itt lehetett annak idején a mosogató, vagy valamivel itt látszik, egy hangú vízleállás, ugye a konyhai eszközök meg tele vannak mind rozsdamentes fényben, úgyhogy összesen már csak ez a tányér maradt, vagy tál maradt, azon kívül innen. Ami mozdítható, az mindent elvitték. Úgy látom, a udvarból sem túl sok minden maradt. Ilyen az, amikor a természet elkezdi visszahódítani azt, ami az övé. Hát azt tudjuk, hogy minden ilyen hely ugye előbb-utóbb a csövesek, az egyéb lepattant, ruppótlan szemetek, meg ugye a nagy kokszosok találkozó helyei lesznek, de a legdurvább, el nem tudom képzelni, hogy mit csinálnak itt az emberek, hogy látszik, hogy itt valaki tüzet rakott benne az épületbe, ott meg ugye gyönyörű sátáncsillag, vagy nem tudom minek hívják ezt. Egyszerűen csodálatos ez a hely. Fantasztikus. És hát ugye a szemét tenger mindenhol, meg hát graffiti.
szoktuk ugye mondani, hogy két dolog végtelen, az emberi hülyeség, meg a világűr, bár a másodikban ugye nem vagyunk biztosak még jelenleg, de egyébként szerintem van egy harmadik dolog, és az pedig az emberi vandalizmus, mert oké, hogy el van hagyva, oké, hogy nem használják semmire, de hogy itt minden széjjel van verve, ez amúgy egyszerűen brutál, tehát nem is tudom, hogy lehetne itt még esetleg valami kárt csinálni, mert igen erősen gondolkozni kéne rajta, hogy mivel lehetne még több szemetet meg kárt tenni. Lejöttem a pincerészbe, és még látszik egy vagon papír. Itt is befóliázva, vagy bedobozolva a dolgok, mindegyikre ráírva dátum és társai. Itt is minden 2010-es. Aztán itt meg látszik, hogy most nem tudom, hogy az a fűtés vagy a meleg víznek a tartályai. Van belőle vagy 2-3, úgyhogy hát ez így néz ki itt bent. Itt meg a lépcsőház. Közben feljöttem az emeletre itt a szobákhoz. Így néz ki ez az első emelet. Gyorsan pattanjunk is be egy szobába. Ó, kérem, nagy francia ágy, minden. Még ez a szoba még egész jól meg is maradt, még a tükör sincs leverve, nem létezik. És jár hozzá egy kis fürdőszobácska. Hát sajnos lámpát nem tudok gyújtani nektek, aztán marad a telefonnak a fénye, de kérem, hát csak a szappan hiányzik és lehet is fürödni. Szerencsére azért nincsen hiányérzetem, mert nyilván itt azért a szobákban is, meg az emeleten, amit széllyel lehet verni, azért az sikerült itt is tönkretenni. A másodikon azért egy kicsit már durvábbak az állapotok tekintve, hogy itt valaki a tetőre való kiárási részt nyitva hagyta, úgyhogy itt gondolom aztán ázik befele ezerrel az épület. Ja. De megpróbálok kimászni a tetejére, aztán hát itt van. Remélem kibírja. Ajaj. Na hát remélem kibírja az az 1000 éves vacak, mert nagyon nem örülnék neki, most szakadna le. Sikerült! Na az az igazság, hogy nem akarok túl sokat idézni a tetőn, mert elég feltűnő jelenség vagyok, főleg ugye miután a hátunk mögött az autópálya, meg a vagon benzinkút, de azért látszik is, hogy ott a háttérben az ott a tenger, itt ugye a udvari rész, és az elején, ahonnan az egész felvétel kezdődött, az ugye az a parkoló, úgyhogy hát én úgy gondolom, hogy ez a videó ez ennyi is lenne, mert gyakorlatilag azért sikerült nagyjából megnézni az egészet. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek is. Aztán találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! Közben még gyorsan annyit megcsináltam, hogy a YouTube-ra csak kíváncsiságból ugye beírtam ezt, hogy Holiday in Duino, és nem hiszitek el, egyébként hozott egyetlen egy találatot, ezt majd be is fogom egyébként linkelni a videó alatti leírás részbe, ott majd meg tudjátok nézni. Sajnos nem videó, hanem csak állóképek vannak összevágva benne, viszont összehasonlítás alapnak azért majd mégiscsak jó lesz, mert azokon a képeken azért még a hotel, hát hogy is mondjam, jobbik állapotában látható, amikor még nagy valószínűséggel működött. Egyébként a számomra legfontosabb kérdésre nem sikerült választ találnom, hogy sem benne a papírok között, se semmi más nem utalt rá, mert engem mondjuk azért mindenféleképpen érdekelt volna, hogy aztán miért szűnt meg ez az egész hotel, és igazából, ami ettől is jobban érdekelne, hogy miért hagyták itt ezt az egészet egyszerűen pusztulni, mert oké, mondjuk a hotel nem hiányzik senkinek, de hogy a pénz esetleg belőle vagy valami, mert gondolom nyilván el lehetett volna adni, de hát ez most már sajnos nem derül ki. Úgyhogy hát még egyszer köszönöm a figyelmeteket, és aztán fogyasszátok egészségre ezt a videót. A következőben találkozunk. Sziasztok!